békacsontot kell rágni, vagy falról a vakolatot kell nyalogatni naphoztat, neki teljesen mindegy, hogy mit mond egy orvos, ő azt megcsinálja. Beteg vagyok, öreg beteg. Az eredeti zenetanár beteg. Beteg, ő is beteg, és akkor egyáltalán kapcsolódik rögtön. Az a lényeg, hogy ugye, hogy neki baja van, és hogy ő tutújgatva legyen, ő körülötte forogjon a világ, és hogy ugye, hogy ő beteg, tehát ez legyen elismerve. Kortárs magyar opera, ami pont egyensúlyban találja el, és ötvözi a komédiát a tragédiával, a játékot a realitással, és beszél arról is, amiről nem beszélünk. Ismét az Eiffel Műhelyház színpadán a képzelt beteg, avagy ő felsége komédiása. Ez egy remek mű. A darabnak mélysége van. Igazi színház, rólunk szól. Bárhol megállná a helyét, továbbra is tartom, mert emlékszem, hogy évekkel ezelőtt én ezt mondtam. Én azt gondolom, hogy ez nemzetközi színvonalon van ez az opera. A Mário és a varázsló, a Lyonsz és Léna és a Karnyóné után már a negyedik Vajda János mű bővíti az opera repertoáriát. A zeneileg összetett partitúra több gondolati síkon bontakozik. A zeneszerzőt ezúttal Molière, a képzelt beteg és a francia vígjátékíróról szóló Bulgakov színdarab az ő felsége komédiása inspirálta. Egy ilyen kompilációja a két darabnak, ami talán több mindent megenged egy rendező számára, mint esetleg egy szigorúan megkomponált egyfajta darab. Hamar ide értünk, egyben ide hoztátok a széket, és akkor a nagy zene itt, hosszan itt vagyunk. Kell... Molière azért is lehet sokféleképpen játszani, mert nagyon alkalmas az ősi komédiázásra, és közben meg valamilyen módon mégis a pszichorealista színháznak is felkeltette az érdeklődését. Ez egy dolog, hogy eljátszunk a képzelt beteget, de közben ugye a Bulgakov darab, az a Molière és a 14. Lajos kapcsolatát, tehát a művész és a hatalom kölcsönhatásait vizsgálja. A Molière életét feldolgozó prózai közjátékok kisebb, de fajsúlyra legalább olyan fontos részét képezik az operának. A Királyi Színtársulat nevében köszönjük azt a hallatlan megtiszteltetést, hogy tulajdon felsége személyében tiszteli meg felséget legalázatosabb szolgáinak. A zenei hangsúlyt Molière komédiája kapta. A zenei irodalomnak minden egyes szegmenséből valamit előbezés játszik vele. Ez nem jelenti azt, hogy egy híg zene lenne, hanem ez tényleg a zene csimboraszója. A képzett beteg életét a betegségbe vetett hite tölti ki. Ez a mánia önzővé és zsarnokká teszi. Csak az orvostudományban hisz, gyógyszerekben, állandó kezelésekben és fiatal feleségében. Azokat, akik mindezekben kételkedni mernek, ellenségnek tekinti. Ez neki egy olyan nyomógomb igazából, ami a szociális kapcsolatait, az élete minden pillanatát irányítja, és uralja, tehát tragikusan uralja. Lányának, Angelikának is orvos férjet szán, ám az ő szíve titokban már másé. Fiatal lány, aki ereje teljében, vidámsága teljében, öröme teljében éli az életét, különösen azért kivirulva, mert megtalálta talán élet első ifjúkori szerelmét, ami borzasztó nagy lökést ad egy embernek az életében. Doktor úr, hálása, köszönöm! Az, amikor bejön a csoda doktor, és igazából olyan szinten tükröt tart ennek az egész helyzetnek, és elferdíti, túlmegy minden határon, tényleg az elmezavarig, hogy ráébressze a túloldalról az apát, hogy tényleg, tehát azt mondják neked, hogy vágd le ezt a karod, meg szúrt ki az egyik szemed, meg az orrod tömd el, meg ezt a lábad leamputáljuk, tehát gondolkodás nélkül így bármi. Színészileg a nehézsége, hogy a darab során Molière elkezd
rosszul lenni. Vacakul van. És ezt el kell tudni úgy játszani, hogy közben a darab megy. Hát mit csináljak még? Alászkodjak meg még jobban, ennél jobban? Hát hogy lehet? Ti ne alászkodjatok meg soha! Nem érdemes! Nagyon izgalmas követni, hogy a valóságnak a történései milyen hatást gyakorolnak Molière-re, és hogyan készítik ki teljesen olyannyira, hogy az előadáson belüli előadásunk úgy torkollik tragédiába, hogy az átcsap a való élet tragédiájába, mert azt a rengeteg drámát nem tudja tovább hordozni. Akkor is! Hagyjál már, nem kell pár! A második felvonás a végletekig fokozódik, amit a zene is egyre erőszakosabb kíséretként a komédia mögött rejlő mondani valóig követ. Nekünk is, én azt gondolom, hogy nehéz kijönni hirtelen az igazi tapsra és a darab lezárására, mert háromszintű és dimenziójú drámát élünk meg, amiben nekünk nagyon keményen benne kell maradni, mert mit tartjuk ezzel az egész helyzetet? Tehát ha mi ebből egy pillanatra is kizökkenünk, vagy kilépünk, akkor oda ez az egész, akkor nem születik meg. Molière minden megalkuvással felad egy darabot önmagából. Ennek ismétlődő folyamata a megsemmisüléséig halványítja. Színházban nem azért kell menni, Hamletet nem azért kell ismerni, mert azt, hogy illik, nem. Nem azért, mert amikor azt mondja az a pasi ott fönn, hogy lenni vagy nem lenni, na ez itt a kérdés. És ez a darab, ez megint csak olyan nagyon aktuálisan, hogy kedves néző, rólad szól, hogy gyere és nézd meg a képzelt beteget az Eiffel műhelyházban, önmagadra ismerhetsz.